A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez a Kezdőkör, a sportos kibeszélő műsora a Fehérvár Média Centrumnak. Hogyha a címét nézzük ennek a műsornak, a Kezdőkör így egybeírva természetesen a sportpályák közepén található és a középkezdés elvégzésére hivatott képződményre utal, de hogyha ketté vesszük ezt az összetett szót, hogy kezdőkör, akkor úgy is értelmezhetnénk, hogy valamiben az első kör. Na erre most rácáfolom a mai műsor, mert már a sokadik kört fogjuk futni fehérvári futball témában, és hát azt kell mondanom, hogy sajnos még mindig nem tudunk pozitívan és optimistán, vagy az előző adások hangvételét megcáfolva beszélni, hiszen hétről hétre reménykedünk benne, hogy azért elkezdenek történni a jó dolgok. Még mindig kicsit nehéz megbarátkozni a gondolattal, hogy az ország, ha nem is toronymagasan a legjobb, de a legjobb körülmények között dolgozó csapatok közé mindenképpen oda tartozó MOL Fehérvár, vagy ugye a szurkolók szívében mai napig él Videoton, borzalmasan szerepel, és 11 fordulóval a bajnokság vége, 12-vel, bocsánat, a bajnokság vége előtt, most már nyugodtan kimondhatjuk, hiszen a vezetőedző is kijelentette a hétvégi újabb vereséget követően, hogy a kiesés ellen harcol a Vidi. Volt egyébként a közelmúltban már ilyen szezon, akkor talán kicsit korábban mondtuk ezt, és aztán hál' Istennek jött egy jobb periódus, de elnézve a táblázatot és a csapat teljesítményét, azt hiszem teljesen reális azt mondani, hogy még ebben a meglehetősen hektikus és tulajdonképpen a kis túlzással a második helytől lefelé, vagy az első helytől lefelé totálisan kiszámíthatatlan mezőnyben is, itt most már a Vidinek arra kell figyelnie, hogy bent maradjon a magyar bajnokságban. Hát elsősorban erről fogunk beszélgetni olyan vendégekkel, akik azért érzelmileg, történelmileg érdeklődésüket tekintve abszolút otthon vannak a témában. Először köszöntöm a műsorban Ember Norbertet, az Oldalvonal Vlog szerkesztőjét. Sziasztok. Egyébként. Örülök, hogy itt lehetek, jó estét. Fehérvári érzelmű Vidi szurkolót, nem először Juhász Lászlót, a Videoton baráti kör elnökét. Sziasztok. Szintén fehérvári futball ultrát, ha úgy tetszik, és hát sokadszor legnagyobb örömünkre Horog Lászlót, aki pedig... Nem utoljára. Igen, velem együtt átélt azért jó sok-sok évvel ezelőtt már óriási Vidi csodákat, amikor tényleg megalapozódott, hogy szerelmesek legyünk ebbe a klubba. Hát tulajdonképpen indíthatom ebből az érzelmi alap állásból is a kérdés, hogy tudjuk-e még szeretni, tudunk-e még szerelmesek lenni. Nyilván minden kapcsolatán azt mondják, hogy a krízisben ismerik meg igazából egymást a társak, akkor kell ugye igazából hűnek meg támogatónak lenni. A kérdés az, hogyha az egyik fél mindig támogató, mindig hű és mindig odaadó, a másik pedig túl sok csalódást okoz, akkor ez meddig tartható fenn. Én a múltkor Lacinak már feltettem a kérdést, Juhász Lacinak egy talán kettővel ezelőtti adásban, hogy például az RBD támogató szimpátiája meddig marad a csapat mögött, akkor, amikor újabb és újabb kudarcok vagy csalódások következnek. Nem tudom, most ti hogy vagytok érzelmileg akkor, amikor azt látjuk, hogy két pont választja el a csapatot a kieső helytől, és gyakorlatilag 2023-ban még nem nyert mérkőzést. Hát nem megszólítottam. Hát pszichológiailag azt hiszem, hogy rendkívül nehéz pillanat a szombati, de hát a legnagyobb meglepetésre azzal kezdeném, hogy szerintem minden szurkoló, aki ott lesz a stadionban és kijön, én azt mondom, a mérkőzés lefújásáig türelemmel. Aztán utána azt csinál, amit akar mindenki szerintem. Most már a hétvégi Vasas elleni mérkőzésre. Ugrottam egyet, igen, hogy milyen állapot, mert és ugye ez nem garantált, mert ha nagy Isten Vasas rúgja az első gólt, akkor nem garantált az, hogy az emberek nyugodtak maradnak, de egy mérkőzés, azért kezdtem így, a mérkőzés lefújásáig szerintem mindenki legyen türelemmel, pont ahogy mondtad, Zoli szerkesztő, mondtad, hogy gyakorlatilag az a szerelem, hogy a kitartás meddig tart. Hát most egy olyan kritikus pontban vagyunk, hogy hát más se hiányzik, csak még a szurkolók is most elforduljanak, tehát annál rosszabb nem kéne szerintem. Legalábbis a Vasas mérkőzés lefújásának a pillanatái biztos, hogy szerintem még türelemmel kell lenni a csapat fele, hiszen ez ha most elcsúszik ez a mérkőzés, na akkor szó szerint kieső helyen is állunk, már nem csak a kiesés ellen küzdünk, és hát onnét tényleg nagyon nehéz lenne visszakapaszkodni. Kicsit szürreális ez a történet, hogy pont
Vasas ellen kerülünk ebbe a pillanatba, amikor a bajnokság legvégén az utolsó fordulóba pedig a Vasashoz fogunk látogatni. Tehát csúnyán mondva most ez keretbe lesz rakva szépen ez az utolsó harmad, ez az etap ezzel a történettel, de biztos, hogy én azt mondom, hogy a türelemnek e szombaton a mérkőzés lefújásáig mindenképp tartani kell, azt utána az emberekből ki, hogy merre mi fattani kell, az szerintem az érzelem ott sokaknál fog törni a mécses. Hogyha baj van. Ugye Norbi, neked olyan videós blogod van, amelyben nem csak fehérvári futballal foglalkozol, más csapatokkal is. Gondolom talán valami rálátásod, hogy hogyan fogadják, vagy hogyan vélekednek akár az ellenfelek szurkolói, vagy azok, akik a magyar futballt figyelemmel kísérik, mert számukra nekünk tényleg kicsit szürreális azért, hogy ez a csapat megint ilyen rémisztő szezon produkál. Gondolom azért az ellenfelek sokáig irigykedve, nyilván nem is túl jó indulattal, de mégis úgy tekinthettek a fehérvári csapatra, mint az egyik nagy csapat, amelyik hát kivételezett helyzetben van, jobb helyzetben, mint a legtöbb magyar klub. Most meg nem tudom, hogy most a szánakozás, a csodálkozás, mi az elsődleges. Hát a legérdekesebb, ami én is meglepődtem, hogy nagyon sok ellenfelünk nagyon szomorú. Leginkább azért, mert nincs vetélytárs, akivel lehetne versenyezni a bajnoki címért, és örültek, amikor versenyezhettek velünk, mert volt egy tradicionális klub, akivel komoly versenyt tudtak felvenni, és azért hát látjuk most is, hogy utcahossza vezeti a Ferencváros a bajnokságot, és nincs konkrét ellenfele a Fradinak. Ugye az utolsó komoly versenyfutás akkor volt, amikor mi lettünk bajnokok, hát már lassan 5 évvel ezelőtt, szóval eléggé rég volt. De azóta nincsen komoly vetétársa a Fradinak, és mi voltunk az a csapat, aki őket egy komoly versenyre tudta kényszeríteni. Ők nagyon szeretnék azt, hogy mi ne essünk ki a legtöbben. Persze vannak olyan fennhangok, hogy megérdemelnénk, meg rászolgáltunk, meg szintlépés, ugye az emlékezetes Hernádi nyilatkozat ugye azóta is köznyelven forog. De én azt hiszem és azt gondolom, hogy a Laci is mondja, hogy a mai a hétvégén következő mérkőzés az kulcsfontosságú. Ha ezt a meccset nem tudjuk megnyerni, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Mert a vonal alól szerintem nagyon nehéz lesz visszajönni. És amit látok még, a legtöbb szurkolótól azt, hogy biztatnak. Szurkolnak nekünk, hogy sikerüljön, ne essünk ki, mert ahogy én is szoktam mindig mondani, a tradicionális jó klubokra szüksége van a magyar focinak. És ők is ezt mondják, egy jó videótól szüksége van a magyar focinak. Nyilván beszélgetünk majd arról, hogy mi várható a hétvégén, meg hogy egyáltalán hogyan jutott idáig a klub, de tényleg erre az utóbbira szeretném igazából fektetni a hangsúlyt, vagy hogy ti hogy látjátok a problémákat. A Vasas azért nem csak azért érdekes, amit Juhász Aci mondott, hogy most is és majd a bajnokság végén velük játszunk. Pont itt az adás előtt emlegettük fel, azért legalább 3-an a 4-ből biztosan nagyon jól emlékszünk arra, hogy amikor utoljára kiesett az NB1-ből a videóton, és akkor azt gondoltuk, hogy tényleg ilyen soha többé nem fordulhat elő. Akkor egy Vasas elleni mérkőzés pecsételte meg a sorsunkat. Az utolsó fordulóban Tomasz Szovumi rugott egy gólt, amivel döntetlen lett a fehérvári meccs, és akkor dőlt el, hogy a Verebes József, Isten nyugosztalja a mágust, edzette videóton búcsúzik az NB1-től, gyakorlatilag a 70-es évek eleje óta először. Hát gondolom, Laci, ez neked is azért meglévő emléked. Én bevallom, akkor érzelmileg még annyira erősen kötöttem szurkolóként elsősorban a klubhoz, hogy az nekem egy komoly trauma volt. Most azért egy kicsit más a helyzet, bevallom őszintén. Nyilván ugyanúgy szurkolok, hogy ne történjen meg. Neked megvan ez az élmény, még ez az érzelem, hogy kiesik a csapat? Verebes József Kuttor Attilát küldte fel centernek, aki gólt is szerzett azon a meccsen, és Jugos Attilának mindig emlegetem, hogy 3-3 a Nagy Lajos kilépett, és leelkaszálták a 16-oson belül, egyértelmű 11-es volt, és nem fújta be. Emlékeim vannak természetesen, egy fővárosi, a Vasasnak akkor már mindegy volt, és egy fővárosi kollega kérdezte a lelát előtt, hogy érzed, gazdasági jellegű meccs lesz? Tehát nekünk nagyon fontos volt, és nem is játszottunk rosszul, de mondom, a döntetlennel búcsúztunk, az komoly traumát jelentett, és utána minden idők rekordjával aztán végül is Csank Jánosra egy évvel később 101 pontot szerezve visszajutottunk könnyedén az élvonalba. Itt beszéltünk már komlói emlékekről, nekem voltak akkor olyan emlékem, olyan stadionokba jutottunk el, nem gondoltam volna. Németh János, a élő legendánk, mondta annak idején, hogy azért mi nem idevalók vagyunk. Tehát mentünk olyan településekre az ország túloldalán, hogy nem is nagyon értettük, hogy
mi dolgunk van nekünk itt, és tét meccset voltunk kénytelenek játszani. Ezt a játékosoktól kellett volna megkérdezni. Jó, hogy ezt hozzátetted, mert kezdtük ilyen romantikus ködbe burkolni a kiesést, hogy milyen szép is volt elmenni, nem tudom, hogy Tiszakécskére vagy Komlóra éppen, de hát ezt tényleg senki nem kívánja. Annál kevésbé, mert a jelenlegi NB2-t elnézve, ott olyan csapatok vannak, akik akkor az NB1-ben maradtak, vagy voltak éppen előttünk, és egyáltalán nem látom garantáltnak, hogy ez egy év utáni pontrekordos visszajutás lenne. De ne is beszéljünk még erről. Még annyit csak a Laci nosztalgiája, az ugye dr. Bérces László, a klub tényleg fedhetetlen elnöke volt akkor a Vidi élén, már csak ezért sem hiszem, hogy felmerülhetett bármi gazdasági jellegű tárgyalás. Nem is volt, ő közölte, hogy nem bonyolódik ilyenekbe, meg kell nyerni a meccset, amire komoly esély is volt, és tényleg ott a végjátékban az a meg nem adott 11-es, sőt előtte itt még ezzel mindig nem estünk volna ki, Debrecenben játszott a Siófok, és a Siófoknak 1-0-ra lehetett kikapnia, és akkor még ő maradt benn, az esetben, ha Vidolton nem nyer. Illés János és Horváth László, akkori gazdasági vezető, akikkel szintén nagyon jóba voltam, hívtak telefonon, hogy na őszintén most gratuláljál nekünk a bennmaradáshoz, nektek a kieséshez. És akkor mondtam, hogy hát most nem vagyok olyan hangulatban, hogy ezt tudjam mérlegelni, de az biztos, hogy rendkívül pekes körülmények között estünk ki, gyorsan vissza is jutottunk. Mindig ilyenkor az ember azt hiszi, hogy egy megtisztulást hoz, és valamilyen szinten hoz valóban megtisztulást, de nagyon nehéz visszajönni. Itt a kollega nagyon jól mondta, hogy a vonal felül is nehéz. Egy szinten lejjebbről pedig nyilván egy Vidoltonnak nem okozna gondot, de én nem gondolnám, akkor azért semmi nem volt rendben a klubnál, egzisztenciálisan, morálisan, tehát egy nagyon nehéz helyzetben voltunk. Az az edzőválasztás sem sikerült annyira jól, a mágus akkor már azért leszálló ágban volt szakmai tekintetben. A Vaker megmaradt, de a munkát ő már nem tette akkor feltétlenül hozzá. Nagyon jó meglátásai voltak, zseniális mondatokat mondotta. Meccs előtt Horváth Feri mondta is mindig, hogy mindig úgy érezte, hogy kimegy és azonnal rácsúszik a kapufára is. Tehát ott megvolt még a szöveg része, viszont az a fajta felkészültség, meg az a fajta edzettség az ő csapataira akkor már nem volt jellemző. Itt az a szörnyű, hogy most ilyen helyzetbe sodródtunk, de azért ez semmi nem indokolja a játékos állomány sem, csak itt rendszer szintű hibákat érzékelek, amiről korábbi adásokban voltak már. És jelek. Lesz majd most is, annak idején, viszont elmentek a fehérvári huszárok, valamilyen hangzatos címmel jelent meg valamelyik újságban cikk azzal, hogy kiesett a Vidi, és ez egy olyan cím volt, ami tényleg így érzelmileg, gyakorlatilag tényleg könnyeket csalt az ember szemébe, főleg ha gyerekkorától ott volt a fehérvári lelátón. Hát ne ismétlődjön meg. Nem tudom, ti hogy látjátok, hol csúszott félre ez a dolog, mert ahogy Laci is mondta, valóban sokszor beszéltünk erről, és nyilván nagyon sok összetevője van, hogy egy csapat éppen hogy teljesít. Látjuk azért sokkal magasabb szinten lévő bajnokságokban is sokkal nagyobb egyesületek is tudnak krízisbe kerülni. Hát a maguk szintjén persze, nyilván nem a magyar NB1-ről beszélünk. És a szurkolóknak is biztos megvan a véleményük a kiálló támogatásukkal együtt, hogy ki tehet, vagy mit tehet arról, hogy ilyen helyzetben van az a MOL-Fehérvár, amely nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a körülményeit, a munkafeltételeket tekintve, hát tényleg főleg, hogyha egy 23 évvel ezelőtti állapothoz viszonyítunk, gyakorlatilag itt a Kánoán van. Ennek a csapatnak az állományával, a stadionjával, a bázisával, az anyagi körülményeivel nyilván a Ferencvárossal kellene versenyeznie. Csak hát nem így történik, és itt azért nagyon komolyan felmerül, hogy ez kinek a felelőssége elsősorban. Szerintem abszolút összetett a történet, de nem bírom ki, hogy hadd osztogjázzak egy mondatot a Lacira visszatér, hogy most mondtátok mind a kettel azt a 99-es évjáratot, meg kiesést, hogy milyen furcsa, hogy pont beugrott tényleg ez a kép, hogy akkoriban, hogy mennyire más világ volt, milyen nehéz volt, ugye most ma interneten szervezzük az utazást is, és hogy itt ül velette a Horog Laci, rögtön eljöttek azok a képek, hogy ott éveken keresztül ugye hívtam föl a Fehérmegyei Hírlap szerkesztőségét, a Horog Lacit, akkor még nem is ismertem, ugye csak, hogy szerkesztő úr, megyünk utazni, be lehetne rakni az újságba az idegenbeli utat, hát akkor még úgy működtek a dolgok, és édesanyámnál a Salló utcába kiraktuk a kis konyhasztalt. Hát, konkrétan egyébként így találkoztam veled először, emlékszem, a Tiszti Klubnak az étterébe ültünk le, és akkor készít róla, de akkor én is a Fehér megyei hírlapnál voltam talán még gyakornokként, hogy hát írjunk egy cikket erről a fiatal srácról, aki... 21-2 voltam, igen. Igen, aki elképesztő lelkesedéssel szervezi a Vidi szurkolók útjait erre-arra. Igen, hát ma már ez nem így történik, gondolom, bár a szervező készséged és szereped az tulajdonképpen megmaradt. Igen, ezt nem bírtam ki egy Lacival, most itt ülünk egyeset, és pont ezt az időszakot elevenítettük föl. Na, tehát vissza a jelenbe akkor, amiről beszélünk ténylegesen. Hát abszolút összetett szerintem, és ugye, hát van nekem egy
nagyon erős nemzeti hazafias mi voltam, és hogy ezt most miért hozom ide, hogy ebbe azért könnyen helyet kaphat valamilyenféle szakralitás is az életembe, ugye, hogy mindennek van jelentősége, meg vannak jelek az életbe, és igen, az előbb elhangzott már ez a híres 2018-as mondat, hogy szintet lépünk. Én egy picit talán mondhatom mindenképp választóvonalnak azt a, hanem is, lehet, hogy nem is picit, azt a videótól névváltozás. Lehet, hogy ennek is van jelentősége. Tehát, hogy onnét mondhatjuk az utolsó négy, lassan már öt év az, amiben tényleg keressük a helyünket. Voltak pillanatok, hisz még egy éven belül is az a Kölni meccs is csodálatos volt, tehát hihetetlen, csak ezek rövidek voltak a pozitív pillanatok. A másik az, hogyha pont mindig felhozzuk ezt a Ferencváros, mert nem tudunk más csinálni, tehát mert mi szeretnénk ugye a bajnoki címért versenyezni, de jelenleg a Fradi mellé mérhetjük magunkat ilyen szinten, hogy jó lenne ott lenni velük paritásban és küzdeni a bajnoki címért. Nézzük meg a Ferencvárost. Van egy olyan klub, tehát van egy Kubatovjuk, aki látszik, hogy olyan szinten pörög ezen a témán, és nézzük meg a sportigazgatót, a szakmai stábot, hogy mióta változatlanok, mióta megvan ez a mag, már eleve a vezérkar. És egy olyan tudatos építkezés ment, amire mi is azt láttuk egy évtizeddel ezelőtt itt Székesfehérván, aztán valami megtört. Nézzük meg, tehát mennyire összetett, hogy jutottunk oda? Hát próbálkozunk minden, hogy edzőkkel is, hogy most már fél évente lassan már átlagban mondhatjuk az elmúlt éveket. Megoldás szült? Bármelyik is? Nem. Jó, most nem menjünk bele az edző személyébe, mert az külön misét megér mindenkivel. Hát belefogunk, de nézzük meg azt is, hogy a játékos politika szintjén. Először volt ilyen délszláv vonallal is próbálkoztunk, aztán olyan keleti vonallal, aztán spanyol vonallal. Most lehet, hogy én azt mondom, lehet, hogy az északi vonal jön, ahogy nézem. Tehát, hogy nincs egy tudatosság, tehát ebbe se látom azt, hogy egymás épültség van, és gyakorlatilag így nem találjuk semmilyen szinten a helyünket, ezt kell mondani. Nehéz, mert Kubatov Gábor a Ferencváros élén, ugye egy Giga Egyesület elnöke, nem csak a labdarúgóké. Ő vele azért párhuzamot vonni szerintem nehéz, hiszen a Fehérvárnak is megvan a főembere, de ő egy tulajdonos, akinek valószínűleg a szakmai beleszólása korlátozottabb, vagy legalábbis nem olyan direkt, mint Kubatové. A sportigazgató kérdés az nyilván nagyon jó, hiszen abból tudjuk, hogy valóban mostanában majdnem annyit fogyaszt a Fehérvár, mint egy középcsatárból, és ez semmiképp nem jó jel. Az egyéb pozíciók azért nagyon nehéz kérdés, hiszen szerintem még ti sem tudnátok feltétlenül megnevezni, hogy ki ennek az egyesületnek, nem tudom én, a gazdasági vezetője, vagy az ügyvezetője hivatalosan. Nem látjuk, nem halljuk, nem tudjuk, hogy mit tesz. Azt biztosan tudjuk, hogy nagyon fehérvári kötődésük nincs ezeknek az embereknek. És én nem vagyok az a típus, aki, ami a Laci, hogy a szakralitásban, vagy a természet fölöttiben, vagy a jelekben ennyire hinnék. De abban a kötődésben igenis hiszek, hogyha valakinek nem sajátja egy tulajdon, azzal nem ugyanúgy fog gazdálkodni, vagy nem azzal a lelki fontossággal. És én itt azért nagyon komoly problémát látok, amivel persze úgy együtt tudunk élni, hogy azért ugyanez a tulajdonosi kör volt, amikor Európa Ligában szerepelt a csapat, vagy amikor olyan edzőt igazolt, akinek volt európai rutinja, de azért ezt a fajta kötődést én kissé hiányolom. Abszolút egyetértek ezzel, és nagyon sokszor látom ezt, és a fórumon is nagyon sokszor megjelenik például, és a videók alatt is, hogy ez egy nagyon sokszor a játékoson is azt látszik, hogy ők ezt egy, hát csúnyán fogalmazva, kifizetőhelynek tekintik a klubot, és én ezzel nagyon sokáig nem értettem egyet, mert tényleg azt látom nagyon sok játékos a mai napig, hogy azért mindent megtesznek, amit meg tudnak, viszont tényleg van egy-két olyan játékos, aki vagy nem érzi át ennek a klubnak a súlyát, vagy azt, hogy ő itt játszhat, vagy még rosszabb, hogy annyira megtört valami a karrierjében, vagy annyira beleszürkült a mezőnybe, hogy egyszerűen nem tud meg kiemelkedni. És ugye most volt egy viszonylagos keretfrissítés télen, amire vártuk azt, hogy na most talán valami megmozdul, és nem. És ez a szomorú benne, hogy nagyon hosszú ideje próbáljuk fisteni a keretet, viszont nem teszünk bele extrát. És ugye pont itt jön ki az, hogyha a tulajdonos nem úgy kezeli ezt a klubot, hogy tényleg a sajátja, hogy lelkileg nagyon fontos neki, mint ahogy mondjuk a Ferencvárosnál látjuk, ugye, hogy ott mennyire fontos a vezetőknek a klub, akkor ugye eljutunk arra a szintre, hogy már nincs nagyon extra profit beletéve a játékosvételbe, hanem megpróbáljuk visszaforgatni a pénzt. Viszont ez csak egy szinten tartásra elég. És ha megnézzük, az elmúlt években fokozatosan maradunk le a Ferencvárostól. Ez egy második hely, harmadik hely, negyedik hely, szépen lassan nyílik az óló, nyílik a pontszámkülönbség. Ami most már annyira nagy, hogy ezt évek alatt lehet csak visszahozni. És ugye ez pont a pénz miatt van valószínűleg. És a Ferencváros ugye mellesleg a Bayer Leverkusen elleni 8-döntőre készül az Európa Ligában, a Fehérvár pedig arról beszélünk, hogy a Vasas ellen remélhetőleg majd végre nyer egy meccset a magyar bajnokságban, nem ugyanaz.
Nem tudom, tényleg, ha már szakralitást, a nemzeti értékek, meg a tradicionális történelmi értékek a Fradi kapcsán még hangsúlyosabbak. Az tényleg egy egész ország tekinti a saját csapatának, nyugodtan mondhatjuk, mindig is a legnépszerűbb csapat volt. És még ott is felmerülnek ilyen kérdések, hogy tényleg nincs magyar a kezdőben, tele van külföldiekkel, tele van átutazókkal, de tudjuk, hogy ez a világfutball. Tehát én ki lennék vele békülve, hogyha akár ezt az üzleti modellt látnám Fehérváron, hogy jöjjön ide valaki Afrikából, Marokkóból, játszon itt nagyon jó, játszon 10 jó meccset európai szinten, és menjen el, és adjuk el, és jöjjön a következő. De miközben azt olvassuk, hogy a Videoton, illetve a MOL Fehérvár évek óta az egyik legnagyobb üzleti nyereséggel működik, ami számomra rejtély, hiszen alig-alig adunk el játékos, de mégis ezt olvassuk, akkor felmerül, hogy akkor ez így valakinek biztos jó. Akkor az, hogy egyébként nem nyer a csapat meccset, vagy küzd az NB1-ben maradásért, az lehet, hogy másodlagos tényező. Nem gondolom, hogy így van, csak valami valahol mégis nagyon félrecsúszott. Kubatov Gábor nyilatkozta egy évvel ezelőtt a Fradi költségvetését, meglepő módon nagyon őszintén 30 millió eurót mondott, ami egészen elképesztő szám, tehát ez már ez Rapid most a labdarúgókra vonatkozik? Igen, Ausztria Wien, Slavia, Sparta Prága, tehát a környéken is, ezek olyan nemzetközi szintű összegek, és a Vidi is nagyon hasonló pénzekből ment együtt a két klub, csak a Fradi annyival erősebb most, hogy megkeresik ma azokat a plusz pénzeket, de nem keresnek nyilván annyival többet, amekkora a differencia a tabellán a két egyesület között. Amiről korábbi adásokban beszéltem, és a fiúk is érintették, hogy Kubatov, Nyíri Zoltán, Oroszpál, Hajnal Tamás, ott 0-24-ben Ferencváros, ez a négy ember életük. És nyilván a klubnál is szeretik a focit, de itt a tulajdonosnak nyilván üzletemberként van feladata, a főszponzor szintén üzletember, az ügyvezető Balogat, illetve kiváló ember, nagyszerű embernek találom, de nem futballszakember, el is mondja, ő a pénzügyi részét viszi, és itt valóban, hogy tényleg a sportigazgató kapcsán nem tudjuk, hogy valóban milyen hatásköre van. Sejtéseink lehetnek, de az biztos, hogy azok az egyesületek, ahol tényleg a tulajdonost is rendkívüli módon érdekli, azok ott vannak az elején, mint ahogy látjuk a mögöttünk lévő részlegben. Kispesten ott a tulajdonost, én úgy gondolom, hogy ő kényszerpályán van, nem biztos, hogy kell csinálnia, de nem látom azt az affinitást. Finoman felkérték. Hogy... jelezték, hogy lehet, hogy lenne kedve menni esetleg egy futballklubba. Kispesten lenne most dolga. A Vasasnál nagyon sok pénzből gazdálkodnak, de ott azt a rutint és a szakmaiságot hiányol meg kicsit a felső szinteken. Újpesten a tulajdonos annyi pénzt mindig beletesz, hogy ő neki ki akar szállni ebből, ez teljesen nyilvánvaló. Az elmúlt 5 év erről szól, és amikor kicsit baj lenne, akkor Dusát elé, a hetedik leggazdagabb belga család Brüsszelben, ők azt a pénzt mindig hozzáteszik, és mindig olyan játékosokat igazolnak, hogy azt a szezon túlélik. Mindig megpróbálja az értékesítést, többször volt az, hogy közel voltak hozzá a magyar befektetők, de aztán mégsem. Tehát van okuk az összefüggés, vagy egy Debrecen, amíg Szima Gábort nagyon érdekelte, tette bele a sajátját, az a csapat sikeres volt, 6-ból 5-ször nyertek bajnoki címet, amikor már ő is úgy gondolta, hogy aránytalanul nagyon sok pénzt kéne beletenni ahhoz, hogy sikeresek legyenek, akkor egyre inkább elfordult a futballtól. Tehát kiestek Firenzébe a BL-ből, meglepő módon alig hihető, hogy 15 évvel ezelőtt elmentem arra a meccse, több meccset is néztem akkor, és ma már alig hihető egy BL meccsen, az öltöző folyosón beszélgettünk 10 perccel a lefújás után. És azt mondja Szima Gábor, hogy nekik 705 millió a költségvetésük, de most ez fölment 800-ra, a repülős utak, minden meccset idegenben játszottak, tehát ők a névstadiont is bérelniük kellett, tehát a debreceni stadion nem volt alkalmas, utazgattak Liverpoolba, Lyonba, szerteszéllyel a világba. És ez nagyon komoly költségvonzata volt. Ő is azt mondta, hogy valószínűleg eddig tartott a virágkorszak, virágkarnevál, mert azt mondja, hogy megjelentek olyan klubok, olyan jelentős állami jellegű pénzekkel, amivel nem tud versenyezni, és nem is akar. Hát nyilván akkor a Videótonra gondolt, és a Ferencvárosra, ami már látványos építkezésbe kezdett, és azt mondta, hogy mi majd akkor leszünk legközelebb bajnokok jó esetben, ha ott azon a két nagy egyesületnél elszámolják magukat. És volt, amikor elszámolták magukat, de a kettő egyszerre soha nem számolt el magát. Igen. És akkor ő is azt mondta, hogy egy vidéki klubot kell építeni, akinek az lett a vége, hogy óriási balszerencsébe kiestek az élvonalból, ott a Paks elleni meccsen, ott a labda dadogott a vonalon, és aztán kifele pattant, ezen múlik egy-egy klubnak a jövője. Szima Gábor ment. A Debrecen most építkezik újra örménytulajdonossal, de az biztos, hogy itt is az van, hogy azok a vidéki egyesületek, vagy akár fővárosi egyesületek, akik mögött azért az állami cégek így nem sorakoznak fel
leginkább, mint a Fradi mögött, ott azért a célok teljesen mások, mint az elmúlt 20 évben. Hát az állami jelenlét az valóban ugye gyakorlatilag tényleg az elmúlt 13-14 évben nyilvánvaló. Teljesen joggal kezdte el akár Debrecen, akár más vidéki csapat irigyelni az előtte egyébként tényleg kaotikus hátterű, sok néven játszó. Nem tudom, most hirtelen az jutott eszembe, hogy egyáltalán amikor kiestünk 99-ben, akkor épp minek hívták a csapatot, mert előtte volt Parmalat, volt Fehérvár, 96 volt Fehérvár FC, lehet, hogy akkor épp megint Videoton volt. De a lényeg az, hogy egy nagyon kaotikus időszak után mi lettünk az irigyelt csapat. És azért azt ne feledjük, hogy ezzel a tulajdonosi háttérrel ez a csapat nyert 3 bajnokságot, nyert Magyar Kupát, szerepelt Európa Liga csoportkörébe. Tehát nem lehet mindent arra húzni, hogy ellentétben a Fradival vagy más klubokkal itt a tulajdonos nem akarta volna, vagy nem érdekelt ebben. Úgyhogy tényleg szűkítsük most ezt erre a szezonra, vagy mondjuk akár még az előzőre, ahol szintén egy nagyon krízis helyzetben lett ugye egy edzőváltással végül is megmentve a csapat, hogy mi itt, ami az utóbbi időben félrement, és lehet, hogy itt kell majd elkezdenünk tényleg edzőkről beszélgetni, mert én nekem azért meggyőződésem, hogy ez az állomány, ez még mindig nem olyan rossz, hogy itt a kiesés ellen kelljen küzdeni. Abszolút egyetértek, és ami még nagyon érdekes, legalábbis számomra, hogy én nagyon sokszor mondom, és szoktam visszasírni, és Lacinak is szoktam sokszor említeni, hogy a kopaszt visszasírom. Ugye Márko Nikolicsról van szó. Azt hittem a Kovács Zoliról, mert egyébként... Márko Nikolicsról van szó, és nagyon sokszor téma mai napig, és nem olyan régen volt is egy ilyen pletyka, hogy esetleg visszatérhet a szerb edző hozzánk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kaliberű edző visszatérne ide, ez nagyon komolyan gatyába tudná rázni ezt a csapatot, rendbe tudná tenni őket fejbe. Valahogy úgy érzem, hogy mentálisan nem akarunk összeállni. Nagyon sok olyan hiba van, ami nem megszokott ettől a csapattól. Rengeteg veszekedés van a pályán. És ezek mind-mind edzői felelősségek, és én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a nagyon sok nulla kilométeres magyar edző kipróbálása az egy hibás felfogás volt, egy hibás politika része. És talán most van az, hogy egy nagyon süllyedő hajó, megkongatták a harangot, hogy baj van, és talán most még nem késő. Mert ha lehet, hogy 2 forduló múlva váltunk, már lehet, hogy késő lesz. Én azt gondolom, hogy nálunk jelenleg edzőkérdés van. Én azt mondom, az elmúlt 2 évet nézve, hogy azért tényleg az előbb, amiről beszéltünk, hogy az ügyvezető egy jó ember, de nem futball szakember, akkor a tulajdonos éppen most milyen mélység jön bele, mert azt se lehet elvenni, és nagyon jól mondta Zoli szerkesztő úr, hogy a Garancsi ideje alatt is itt éltük át a legszebb sikereinket, ha az UEFA-t félretesszük, tehát azért keresztvizet nem kell ilyen értelemben lehúzni, hiszen 3-szoros bajnoki cím, meg ez a rengeteg öröm, ami volt meg a Nemzetközi Kupában, ezt alatta értük el, hogy most hogy ez miért mentek el ezek a folyamatok. Pont az elmúlt 2 évben valószínűleg, hogy ugye a tulajdonos és az ügyvezető igazgató az nem annyira a szakmát képviseli, és azért harmadik sportigazgatót fogyasztjuk. Tehát, hogy nincs meg az a szakmai vonal, az a tendencia, ugye jön valaki, annak egy kicsit másabb elképzelése van, az kinek mennyire van megkötve a keze, az megint más kérdés, és akkor ez mögött jönnek ugye az edzőváltások. Tehát, hogy egy pici nyugalmi állapot... De bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, mert a sportigazgatót mondod, és az tény, és valós azért ez érdekel, mert itt egy kicsit az ultrákat is képviselitek, meg a érvári futball hangos közvéleményt, hogy azért itt Kovács Zoltán volt utoljára az a sportigazgató, aki ugye eredményeket produkált, hiszen az említetteket gyakorlatilag kivétel alatt az ő tevékenysége alatt szereztük. Előtte olyan klublegenda, mint például Burcsa Győző, gyakorlatilag megmondhatjuk, hogy megbukott ezen a poszton, és Kovács Zoltán rengeteg kritikát kapott azért tőletek. Elsősorban talán még mindig a futballista vagy az újpesti múltjából kifolyólag kicsit talán elfogultan is szemléltétek, vagy szemlélték sokan, miközben azért azt mutatja, akár Hajnal Tamás példája, akár az övé, hogy egyfajta habitus, tapasztalat, vezetői készség az kell ehhez a poszthoz, és valamiért az utódai ennek nem tudtak megfelelni. Ugye azt ne felejtsük, a legnagyobb sikerek idejében, ugye igen, ő volt, de volt egy töretlen bizalom a tulajdonos irányába felé, ezt abszolút maximálisan érezhető volt és láttuk, amire gondoltál, hogy igen, hát valószínűleg ezt a lila szívét nem annyira fogadta be a fehérvári közeget. És itt félbe vettem ezt az inget fel, most a reflektorok fényében nem kellett de volna. De tényleg, tehát azért olyan értelemben szakmailag, meg volt egy hosszú távon a pont, amire az előbb utaltam, hogy volt egy hosszantartó, egyfajta irány, amiben nem volt a hirtelen irányváltások, hanem mentünk egy úton, amit ő úgy kijelölt nekünk, és vitte tovább. Utána
A váltás körülményei meg, hogy miért lehet, hogy elfáradt az idő, meg a hazatért, vagy hagyom mondjuk, és akkor jött egy Salec, aminek minden fehérvári abból a tekintetből örült, hogy egy pozitív impulzust láttunk Zalaegerszegen azért tőle, mindenképpen, és az, hogy őt azért utoljára mindenki Fehérvár úgy emlékszik rá, hogy egy intelligens labdarúgó, egy nemzetközi jó karriert befutott Izraelbe, jó befutott, és egy sztár volt, és sportvezetőként is próbálkozott, de igazán talán Zalaegerszegen mutatott valamit föl. És örültünk, hogy hazatért Fehérvárra, mindenki pozitívan fogadta, és nagyjából azt lehetett hallani, látni, érezni is, hogy ő nála, mintha nem lett volna meg az a kohézió fölfele, mint a Kovács Zolinál volt a tulajdonos. Tehát azt a bizalmat nem érezte. És így azért nagyon nehéz. És akkor az ő kezén múlik a szakma, ugye, a sorsa a csapatnak. És hát ez így talán volt tartható, és akkor most pedig jött megint egy bizakodással vagyunk a Juhász Roli felé. Azt gondolom, hogy a játékos múltja, tapasztalata, emberi kvalifitásai, mentalitása, hogyha már beszélünk a Kraftról, az alkalmassá teheti őt, és teszi is talán az élet egy jó szakmai vezetőre, sportigazgatóra. Én optimális vagyok most is, tehát abszolút optimális vagyok az ő személyt illetőleg, viszont ugye még lehet, hogy pont egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került bele, és itt kéne alkotnia, ráadásul még többek ugye játékos társai is voltak, tehát azt gondolom, hogy a sportigazgató személyét én semmiképpen nem támadnám, és az edző az majd akkor a következő kérdésedbe jött. Gondolkodtam ezen, hogy ha nem Garancs István a tulajdonos, akkor valószínűleg az első és a másodosztály között pendézünk. A város a főtulajdonos, ahogy Debrecenbe átvették Szimától, kiestek, visszajutottak, jött külföldi tulajdonos. Tehát neki hálával tartozunk, akkor gondoltam, amikor a Stamford Bridge-re mentünk, és majdnem döntetleneztünk, eljutottunk olyan helyekre, ami 20 évvel ezelőtt nem volt azért várható, hogy ennyire kínáljuk magunkat, az anyagi részét ő rendbe teszi. A csapat és a tulajdonos közötti szinteket látom én problémásnak, amiről beszéltünk, sportigazgató, egyebek, és itt szóba került az edzőkérdés. Korábban mondtam én is, hogy ennél több szakma kéne, én úgy gondolom ehhez az egyesülethez, az biztos. Utána olvastam, hogy Kovács Ferenc 273 alkalommal ült a videóton kispadján, elképesztő csúcs, ez 10 szezon, tehát ma már ilyen nem lehet. Lantos Mihály 102 meccs, Mezei György az elmúlt 10 évben 74 meccs, és Marko Nikolic 79 meccsen ült a kispadon, nagyon jó mérleggel. Paulo Sousa szintén nagyon jó mérleggel. És Nikolicson én is gondolkodtam, hogy ő neki volt egy olyan tulajdonsága, hogy bajnokok lettünk, kupát nyertünk, annyit játszhatott ezzel a csapattal, amennyit tudott, és azt a pluszt mindig hozzátette. Ajek Atén ellen, ahogy lefújták a meccset Aténből, ők úgy örültek, mint a BL-t nyertek volna, és alig húzták ki, és bejutottak a csoportkörbe helyettünk. Utána voltak nagyon jó meccseink előtte és utána. Ő hasonló volt, mint Rebrov a Fradinál, hogy pontosan tudta a keretnek a maximumát, és semmivel nem akar többet játszatni. Rebrov is a bajnokikat 1-2 góllal megnyerte, és aztán tényleg ő építette azt az első olyan Ferencvárost. A Fradi kapcsán nekem is van a gondolat, hogy nem biztos, hogy így kell felállítani a csapatot, de működik a rendszer nálunk. De az biztos, hogy Paulo Sousa, ott láttál a stratégiát, ő ugyanezt tinte. A magyar bajnokságot különösebben nem érdekelte, szerintem vele soha nem lettünk volna bajnokok. Mezei Györgyel mindig bajnokok lettünk volna, de nemzetközi porondon vele nem lettünk volna sikeresek. Sousa behozta a csapatot a második helyre, kimentünk a nemzetközi porondra, szintén nagyon jó szerepeltünk a csoportkörbe. Azóta kapkodást érzékelek, és a szakmában érzek azért visszaesést, csak itt mindig a kérdés az, hogy mondjuk tegyük fel, nem huszti. Ki az, aki ezt a klubot most elvállalja? Idehozó külföldit, biztos kiesés, mert 2 hónap mire megismeri a csapatot, addig le is fújták a szezont. Olyan magyar edzőt leültetné le a kispadra, aki most azt mondott, hogy garanciát jelent. Én egy Kuttor Attilát, ha nem lenne klubim, hogy biztosan leültetnék, de igazából ő nagyon jó szerepel újra a Mezőkövesdel. Múlt héten elmentem őket Pakson megnézni, elképesztően jó futballoztak. Tehát gatyával rázta azt a csapatot, de ő nyilván nem mozdítható. És aztán itt találsz olyan, hogy fehérvári kötődése legyen, értsen hozzá, ne bukjon meg szakmailag, emberileg is. Tehát ez most egy annyira speciális helyzet, hogy egyrészt kit találsz, és ki az, aki erre a helyzetre most igent mond. Igen, és az már bárhogy is történik, akár a vasas mérkőzés után, vagy akár később, tényleg a veszett fejszennyelét képzetét kelti szerintem mindenkiben, aki nézi a csapat szereplését, hiszen általában tényleg a végstádiumban vergődő együttesek szoktak még a hajrában is edzőt cserélni, vagy próbálkozni. Mégis fölmerül, hogy szükséges-e, már csak azért is, és ezek olyan dolgok, amikről megint csak találgathatunk. Említetted, azt hiszem, Norbi, hogy sok a veszekedés a pályán, hogy jelei vannak annak, hogy itt valami az egységben sincs rendben.
ami az öltözőt, az öltözőben található vezéregyéniségek, és nyilván az erős kezű edző szerepét veti fel. Muszti Szabolcs maga nyilatkozta, hogy játékosok vannak, akik megsértődnek, nem akarnak annyit játszani, vagy többet akarnak játszani, nem állnak be a sorba. Tehát amikor ilyenek már kikerülnek a nyilvánosságra, akkor tényleg az a kérdés, hogy ki az, aki ebben egyáltalán rendet vághat, aki mondjuk 10 embert maga mellé tud állítani, és azért felmerül akár Nikolicsra, akár Szózára gondolva, hogy olyan egyéniségek voltak az ő meghosszabbított karjuk a pályán, mint egy Marco Caneira, mint egy Filip Oliveira, mint egy Mitrovics a középpályán, Nikolics elől, később azért Lazovics brutális tekintéllyel bárkit rendbe rakott szó szerint. És akkor Juhász Roland, így van, őre Juhász akartam. Laci. Vagy a kapuban egy Kálátály, ugye a magabiztosság. Így van, tehát a Juhász Rolira akartam kifuttatni, aki pedig most egy olyan pozícióban van, ahol szintén neki azért valamiféle erőt és tekintét kellene képviselni, a mást ebbe menni az öltözőbe és rendet rakni a fejekbe, vannak azért ott régi játszótársak is még bőven. Nagyon-nagyon nehéznek látom ennek a rejtvénynek a megfejtését. Én is úgy érzem, hogy Nikolics után Márton Gábor, utána Szabics Imre, utána Borisz egy átmeneti időszakra, és most Huszti Szabolcs is. Hát ebből a négyből nem tudom, ki az a edző, akit én egy olyan klub élére, amelynek tényleg komoly ambíciói vannak, szándékai, vagy nagyon nehéz helyzetben van, kineveztem volna. Hát ritka pillanatok egyike, a Horog Lacival egyetértek, nem, amúgy hívéskedtem, hogy sok mindenben egyetértünk mi. Én nem merem azt mondani, hogy most az edzőváltás oldja meg itt a problémánkat, lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű, de itt kulcsfontosságú tényleg, amivel kezdtük az adást, a szombati mérkőzés, mert hogyha ha nyerünk, akkor egy picit lehet, hogy elcsendesednek ezek a dolgok, ha viszont X van, vagy vereség, akkor így bármi megtörténhet, de ennek én nem mondom azt, hogy bár pont vagy egy harmados etap vissza van, 11 forduló, ebbe a három pontos rendszerbe elég 2-3 jó meccsbe belejönni, és már is nincs akkora probléma, amiről beszélünk. Tehát én sem merem azt mondani, hogy most itt minden áron edzőt kéne váltani. Hát tök logikus, hogy én is szar az egész, nem jó, nem tetszik, hát látjuk, meg ezt a legkönnyebb van, hogy cseréljünk edzőt, meg benne is van. Hát tök elhír, tehát hogy nem történik semmi, hogy edzőt cserélünk, mert hát teljesen egyetem, hogy benne lehet, főleg a hétvégén, amit mondtam, hogy mi lesz az eredménye. De hát láttuk az elmúlt hónapokat, és maximálisan egyetértek, akkor pár játékos ugye 2 héttel ezelőtt érkezett meg, és azért ne felejtsük el, hogy ha ez, nem tudom ennek az okát, de hogy 2 hónap előbb itt vannak ezek a játékosok, a Florestó kezdve, vagy a 2 újpesti, vagy stb. Hát gyakorlatilag egy félkezdő kicserélődhetett, és fiatal jó mentalitású játékosokkal, hát nem volt idejük még együtt játszani se gyakorlatilag. És nézzük azt is meg az utolsó 2 meccset, a 2 lila, az beköszönt mind a 2 egy góllal. Azt hozzáteszem mondjuk az Alegerszegen, a Csongvai ilyen hibát, hogy a 17-18 méterre a kapu előtt középpen ilyen szabálytalanságot nem csinálok. Itt a rutin meg a fiatalság valószínűleg. Vagy az előbb a pont mondjuk, hogy nagyon sokaknak tetszett a Floresnek a belépője, meg milyen nüansznak vannak sokszor a labdarúgásban. Hát az első gól előtt pedig az alapvonaltól a 16-os sarkára Flores passzolta oda az Alegerszeginek. Tehát én azt sem mondanám, hogy helyezzük már ki a kapusra egyedül, nem lehet egy játékosra kihelyezni, hogy most ezért rossz a csapat, hogy az edző. Az egész nem jól működik, de ha most főleg, amit még egyszer megismétlen a szombaton, a meccs lefújásáig nincs türelem, nincs nyugalom, akkor még nagyobb bajba vagyunk. És tőle legyetek egyébként, hogy Juhász Roland amúgy leváltaná Huszti Szabolcsot? Azért itt nem csak munkaköri, hanem emberi dolgok is vannak. Biztos, hogy nem váltaná le, ugyanis Huszti Szabolcs kinevezése Juhász Roland döntése volt. Én úgy gondolom, kellett egyeztetnie magasabb szinteken, talán legfelül is, de én azt hiszem, hogy ha leváltja, vagy leváltaná, akkor az a saját döntését is befolyásolná. Tehát én úgy gondolom, hogy a végsőkig kitart mellette. Az más kérdés, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó a sorsolásunk. Az elmúlt, tehát 2 döntetlen, 3 vereség, azért olyan csapatoktól kaptunk ki, akiket meg kellett volna verni. Ez a Vasas most tökéletes helyzetben jön, hiszen ha megverjük, akkor kicsit elmozdulunk a kieső zónából, tehát a sorsolása nem lehet panasz. De azért, ha végig gondoljuk a Huszti érát, megvertük 4-1-re az utolsó őszi meccsen a Kisvárdát, azon kívül mi nem arattunk győzelmet. Tehát én az Egerszeg meccs után... Igen, és egyiket azért is, hogyha nincsen a futballban, de gyakorlatilag a fogadók álma lehetnénk. 3 mérkőzést játszott idegenben 2023-ban a csapat, mind a 3-at 2-1-re elveszítette, 2-t játszott itthon, mind a 2-1-1 lett. Tehát aki most pénzt akar keresni, az már teheti is az X-re a Vasas ellen. Nyilván nem így lesz, mert a futball azért nem sorminta,
De ez is mutatja, hogy valóban 5 mérkőzésen egyetlen győzelmet sem maradt a Fehérvár. Ez szerintem méltatlan, és ami különösen, és számomra egészen megdöbbentő, mert nekem gyerekkoromból megvan az az emlékem, hogy tudtuk, hogy a Sóstól jó meccsek vannak, aztán elmegy még a legjobb vidékre is kikap, vagy nem nyer, de ez az időszak azt gondoltam elmúlt. Ebben a bajnokságban egy győzelem és egy döntetlen mellett 9 veresége van a Fehérvárnak idegenben. És itt azért ugye már még csak nem is a legnagyobb, nem tudom, győri, pécsi, debreceni arénákról beszélünk, hanem Mezőkövesdő, Kisvárdáról, Paksról, stb. Hát milyen csapat az, amelyik idegenben nem tud nyerni? Annak olyan mentális, fejbeli problémái vannak szerintem, hogy ez jobban, vagy emiatt jobban félek a kieséstől, mint attól, hogy most a Vasast megverjük-e. És ez már egy hosszantartó folyamat. Tehát ugye ez már nem az első szezon, amikor idegenben nagyon gyengén szerepel a csapat. Az előző szezonban is nagyon gyengék voltunk idegenben, és a két szezont összerakjuk, nincs egy pontos átlagunk idegenben, ami nagyon-nagyon rossz. De igazából az utolsó, talán 2,5 évben a Márton Gábor nyert utoljára Újpesten, és azóta egy ilyen lejtmenet van az idegenbeli teljesítményt nézve. Nagyon kevés gólt rúgunk, rengeteg gólt kapunk, ezek óriási problémák, főleg idegenben, és szerintem itt jön elő az a probléma, hogy nincsen sportpszichológus a csapat mellett. Szerintem ezeknek a játékosoknak szüksége van. Mondták a Szabiék az ankéton, mert megkérdeztem, hogy mi az oka ennek, hogy nem szeretnénk-e sportpszichológust alkalmazni, és mondták, hogy nem, hát ők nyitottak arra, hogy megbeszéljék a játékosok ezeket a problémákat, de én azt hiszem, hogy a mai fejlett labdarúgásban már vannak olyan játékosok, akik már nem bírnak ezzel a problémával egyedül megbirkózni, és kell egy ilyen sportpszichológus, mondjuk úgy, akivel ezt meg tudják beszélni. És ez azért is nagy probléma, én véleményem szerint, mert amellett, hogy meg kell beszélni, azért ne feledjük, hogy a mai fejlett világban a közösségi médián is kapják a játékosok a támadásokat. Rengeteget. És nálunk is van olyan játékos, akit a szurkolók megtaláltak a közösségi médián, és személyesen írnak rá, és írják le neki, hogy menjen el viszontlátásra, stb. Szépen fogalmazva. Én azt gondolom, hogy nekem is van egy véleményem. Én le is szoktam írni a csapatnak a Facebook oldalára, de én ennél messzebb nem megyek. Én azt gondolom, hogy játékosnak van egy privát szférája, ezt tiszteletben kell tartani, de vannak olyan szurkoltársak, akik ezt nem tudják megtenni, és valahogy megértem őket, mert hát évek óta nézik ezt a mondjuk csúnya szóval vergődést, és nagyon-nagyon nehezen bírja a szurkolói közeg ezt. Én azt gondolom, hogy nagyon át tudna fordulni az, hogy idegenbe elkezdeni tudni meccseket nyerni. És nagyon sokszor van az, hogy a Mezőkövesden is megvolt a vezetés, 30 másodpercig nem vezettünk. Ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez a Legerszeger is előnyről kapott ki a csapat. Nyilván úgy van, én is azt gondolom, hogy az edzőváltás nagyon-nagyon kötéltánc ebben a szakaszában a bajnokságnak. Részben azért, amit Laci mondott, hogy a megfelelő jelöltet sem tudná most senki, nem tudná olyan nevet felírni a papírra, aki garancia. Talán az lenne a megoldás, hogy Husztinak meg kéne találni tényleg azt a 10-12 játékost, aki tűzbe megy érte és aki megteszi. Ugyanakkor az más kérdés, hogy láttam néhány mérkőzésen, hogy bántóan hiányzott a minőség a csapat játékából. Elképesztő mennyiségű hiba, elképesztő bátortalanság, még hazai pályán is, ez viszont szerintem részben azért szakmai kérdés. Úgyhogy a nagy kérdés az, itt most már vége lejár az adásidőnk sajnos, hogy tényleg miben reménykedtek, vagy miben bíztok. Azzal kezdtük, hogy a Vasas meccs végéig még mindenképpen tart a türelem. Mi lesz ezen a meccsen, mire számítotok? Nem egyszerű tényleg. Tehát, hogyha klasszikusan mondhatnám, egyértelmű 3-esélyes ez a mérkőzés, tehát rossz ezt kimondani, de igen, a két hazai X-re is utalva. Legyen már tényleg, hogy húzza ezt a csapatot, fél pillanatra csak vissza az Zalaegerszeg meccse. Hát szenzációs megmozdulásai voltak annak a Tajti nevezető gyereknek. Hát ez egy válogatott lesz belőle szerint. Tehát olyan öröm volt nézni, amikor néha meglódott. Na most ez hiányolna ebből a mai videótomból, hogy aki meccs közben képes egy olyan plusz impulzust adni és löketet adni a csapatnak, és ahogy te is mondtad az előbb, hogy vezérként is egy kicsit a pályán lenni, ezt nagyon hiányolom. Én mindig ezt mondom örök optimistaként, remélem, hogy most kijön és meg elkapik a Vasas, de hát erre sincs garancia. Laci? Hát nyerni kell, nincs más esély. Én úgy gondolom, hogy tényleg a rutin hiányzik ebből az egészből. Juhász Roland egy nagyszerű ember és kiváló futballista volt, imádtam a játékát, tudtam, megnéztem külföldön, de nyilván azért ő pályakezdő ebben a tekintetben, jött egy NB3-as harmadik kerülettől, illetőleg pályaedzője volt Szabics Imrének. Huszti Szabos lehet, hogy jó edző lesz majd, de tulajdonképpen volt Debrecenben néhány mérkőzés, az NB2-ből azzal a kerettel fel kellett jutni, elsőjön vette át őket, nem sokáig maradt az élvonalban.
Tehát azt a fajta pluszt hiányolom, én a kispadról nézem a meccseket is, ilyenkor kellene azért rutin, eltöltött évek az élvonalban, a második vonalban, és ha ez megvan, akkor valószínűleg könnyebb lenne. A Vasas ellen nincs más esély, tehát hogyha ezt a meccset nem nyerjük meg, ha veszítünk, akkor én nem tudom elképzelni, hogy ne történjen edzőcsere. Tehát akkor nincs hova tovább várni, de nyilván mindenkén is arra gondolok, hogy nyerünk, és elindulunk felfelé, és ezentúl minden más lesz. Sokkal szurkoló gondolom, olyan alapállással mennek ki, mert most a szervezett ultracsoportra gondolok, mert aztán, hogy ki hogyan nyilvánul meg a nézőtér egyéb részein, azt nyilván nem lehet senkinek megszapni, hogy most még azért él a bizalom. Én úgy láttam, hogy Zalaegerszegen is azért nagyon sokáig türelmesek voltak a fiúk, és tényleg le a kalap előttük, mert szerintem akkora türelmük van, hogy ekkora türelem nem létezik, tehát nálam már rég nincs meg ez a türelem, ami náluk meg most tényleg le az RBD előtt, hogy tényleg le a kalap, hogy ennyire kitartnak a csapat mellett. De én azt gondolom, hogy a Laci is mondta, hogy tényleg a végsőkig kitartanak, és a végsőkig türelmesek. Én azt gondolom, hogy ha úgy alakul a mérkőzés forgatókönyv, akkor nem lesz sokáig semmiféle olyan, hogy gyenge, stb. Hangos, nem fognak elhangozni. Persze az oldalelától én szoktam főleg ülni, ugye a vlognak a címe is innen jön, hát ott azért már a 20. percben el szoktak hangozni, eléggé cifra szavak, de én azt gondolom, hogy ha a mérkőzés forgatókönyve úgy alakul, és mondjuk korán vezetést tudunk szerezni, és rá tudnánk rúgni még az első fél időben egy második gólt, hát teljesen más lelkiállapot lenne. Tehát egy győzelem, ahogy mondták kicsit előttem, és erre rá is tudok csatlakozni, lehet, hogy el tudna minket indítani előre, és főleg úgy, hogy most három olyan mérkőzésen, amiből igazából mind a hármat meg lehetne nyerni, és ugye pont a kérdőjel, ugye a Paks idegenbeli szereplés, ami ugye megint egy mumus, mert ugye ott múltkor legyünk soha régen 2-0 kaptunk ki 3-2-re, tehát alapvetően én azt látom, és én úgy gondolom, hogy ha most ebből a három meccsből 6 vagy 7 pontot be tudnánk húzni, az egy nagyon jó pozitív impulzus tudna egy válogatott szünetre, viszont ha ne adja Isten és megint vereség, akkor elkerülhetetlen a váltás. Hát az biztos, hogy fogunk még ebben a műsorban is sokszor beszélgetni a Vidiről. Mindig azzal tudom zárni, hogy de jó lenne egyszer már optimistán. Meglátjuk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a kedves nézőknek is a figyelmet. Legközelebb majd más sportágakról is beszélünk, ígérem. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.